Cseri megint, nagyon jó labda, ezzel lehet menni. Madarász beadása is jól jön ki a kapus, de egy büntető lesz, mert hogy a belül érkező mezőkövesdi játékost visszahúzták, és egy sárga lap is rögtön a mérkőzés elején az ötödik. Pillók Ádám megindul a monitor felé, hogy megnézze ő is. Ezek szerint nem annyira egyértelmű a helyzet. Látjuk a varszobát, és látjuk Pillók Ádámot is, és látjuk most már az esetet is. Na nézzük, Szerafimov jobb kezét, Besirovics is dolgozik kézzel, megpróbál bemenni mellette. Nem mernék állást foglalni lassítás alapján sem, megmondom őszintén. Nem csodálkozom, hogy a játékvezetők sem tudnak dönteni. Oda-vissza ment a messzfogás. Nyilván Besirovics elesett, hiszen a 16-oson belül volt. Hogy most ez egy valódi szabálytalanság, vagy egy jó próbálkozás Besirovicstól, az kérdés. Na nézzük, mi az ítélet. Nincs büntető. Bebi fejelte ki a mezőkövesd jöhet dobással, gyorsan el is kéri Krien. Sarokkal tovább, Farkas zárkózik az akcióhoz, jön a beadás, Julina fejel, és gól! Hiába nyújtózik Demjén Patrik, nem tudja kipiszkálni a bal alsóból. Julina azt csinálta, ami ez a legjobban ért, érkezik középen is, gólt fejel. Aztán alig, ha nem, nem, Vajda mezét mutatja fel, azt hittem egy gyerek mez lesz, hanem a sérült Vajdának üzen ezzel. Nagyon sportszerű gesztus ezzel a góllal. Marin Jurina találatával tehát a 16. percben most már valóban vezet a mezőkövesd, nem kellett hozzá büntető. Itt majd Krien mozdulatát kell figyelni, sarokkal gyönyörűen teszi tovább, és Farkas vár egy ütemet, felnézés csak utána adja be, Jurina pedig erőteljes fejessel, kapus mozgásával ellentétes irányba, és Temjén nem tudja már kiszedni. Hozzáért a labdához ugyan, itt de hárítani nem tudott. Ketten is fejelhettek volna, hozzáteszem, hogyha Jurinának nem lett volna jó, ott volt mögötte Besirovics. Jurina megoldotta egyedül, itt pedig az a Vajda mez, amiről beszéltem az imént. Skribek végzi el a szabadrúgást, a 32. percben járunk. Jócskán alányul, ott a fejes, és ott az egyenlítő gól. Kosta Márk. Rögzített játékhelyzetből nagyon hatékony az Alaegerszeg. Volt már egy veszélyes fejes, ugye Bobál próbálkozott, azt éppen csak ki tudta kotorni valahogy Antal Botond. Megint megy videózni Pillók Ádám is. Ez sem olyan egyértelmű ez a helyzet, többszöri lassítás után sem. A varszobában is nagyon komolyan folyik a meló. Hát igen, igen. Az biztos, hogy a könyöklést vizsgálják, azt kell eldönteni, hogy tényleg emiatt vissza kell levonni a találatot. Nincs irigylésre méltó helyzetben egyébként, sem a varszobában ülő három kolléga, sem Pillók Ádám. Vannak olyan helyzetek, arra már láthattunk példát a nemzetközi mérkőzéseken is, amit sokadszori lassítás, meg több kameraállásból megnézve sem teljesen egyértelmű. Na mi a döntés? Nincs gól. Szabadrúgás kifelé, és egy sárga lapot kap Kosta Márk. Most jön a szöglet. Méghozzá rövidre, sarokkal tovább. Csekeveheti le, rögtön visszaemelni, ott megint elesik egy ember a 16-oson belül. Aztán még egy kirúgást ítél a játékvezető. Na, Pillók Ádám ismét kikocog a monitorhoz. Ha nem gyakorolták volna eleget a játékvezetők a szezont megelőzően, akkor ezen a mai meccsen behozhatja
a hiányosságokat Pillók Ádám. A viccet félretéve, ez megint tényleg egy olyan eset, amit meg kell nézni. Visszahúzta a lábát, vagy belerúgott, inkább belerúgott Besirovicsba, én azt mondom, de nem fogalok állást tényleg. Játékvezetők dolga. Na mi az ítélet? Büntető. Másodszor ítél büntetőt Pillók Ádám a Mezőkövesnek. Ugye az elsőt a varszobában visszavonták, ezt a másodikat pedig a varszobában, illetve a VAR segítségével ítélte meg végül Walter Robert. Nem fog szerintem sokat segíteni neki ez a mai mérkőzés a felépülésben. Nem az a meccs, ahol szépen el lehet üldögélni egy széken. Na, akkor most megtörténik az, amit a meccs elején már láttunk. Cseri Tamás odáll a labda mögé, Demjén Patrik vele szemben, és megduplázhatja az előnyét a Mezőkövesd. Mindez az 54. percben. Cseri tehát nagyon magabiztosan belövi, 2-0-ra vezet a Mezőkövesd Cseri Tamás góljával. És lehet ünnepelni. Ugye ilyen ez a VAR rendszer, hát a legelső fordulóban Horváth Ferenc, a Honvéd mestere rögtön ugye megfogalmazott egy komoly kritikát ezzel szemben. Őket sújtotta végig azon a mérkőzésen a videóbíró ítélete, de hát utána hozzátette gyorsan, hogy nyilván hosszú távon ez ki fog majd egyenlítődni. Bobá Dávid. Most ő próbálkozik egy hosszú indítással, az sem csúnya, Babati veszi át, a lövő helyzet, gól! Szépít az Zalaegerszeg, Les miatt azonban érvényteleníti a találatot Pillók Ádám. Skribek lopta le a lábáról, Szankovics. Skribek megint, ketten vele szemben, egy kötény Farkasnak, Skribek még, aztán a beadás, ott a fejes, gól! És ez most már szabályos gól, bár egy picit félve mondtam, Costa Márk fejelte ezt is. Ezúttal a zászló sem emelkedett, utólag sem, szépít át az Zalaegerszeg, csak addig, meddig tologatták jobbról balra a labdát, hogy sikerült úgy beadni egyszer, hogy arra legyen jól érkező játékos. Kribeket kell dicsérni mindenképpen ezzel a kötényel és a két védő között benyesett labdával, Costa pedig mélységből érkezik, szó sem lehet Lesről ezúttal. És ez jóval könnyebb találat volt, mint amit szerzett az első félidőben, amit utólag ugye érvénytelenítettek. Na! Lesz tehát itt izgalom még a hátralévő időben. Azért annyira előre húzódott most az Zalaegerszeg, hogy ebben azért az is benne van, hogy egy kontrával elszaladnak a Mezőkövesdiek, de nézzük most Kostát, mellel lekészíti, ott a lövés, egyenlít az Zalaegerszeg gyönyörű góllal. Serafimov a gólszerző. Hát itt két percen belül talpon megint Wartner Robert. Annyi annak a bokának. Két percen belül kiegyenlít gyakorlatilag az Ete. És Costa elévülhetetlen érdemeket szerez ebben a gólban is. Rendkívül okosan tette le mellé, de nézzük meg még egyszer. Itt van a beadás, Costa üresen jön, és még egy üres ember, Serafimov 11 méterről belsővel bepasszolja, miután gyönyörűen lekészíti neki Costa Márk. Szép gól. És a beadásért még Kánoki Kis Dávidot kell megdícsérni, aki középső védőként valahogy a bal összekötő helyére keveredett. Itt pedig a gólöröm Wartner Roberttől. Na hát ez biztosan rövidít egy picit majd a gyógyulási időn. Na nézzük! Besirovics, lejön a sorfalról, visszapattan, és gól! Óriási gólt szerez Besirovics. Kapásból rögtön visszazúdítja, most már ugye a szétnyíló sorfal között elmegy a labda, és ezzel megint csak vezetést szerez a Mezőkövesd. Hát teljesen úgy alakul ez a mai mérkőzés is, mint az első fordulóban a Paksi.
ugye egyszer már felelevenítettem. 2-0-ás vezetésről hagyta az ellenfelet feljönni 2-2-re a kövesd, aztán berúgják a harmadikat. Most Besirovics a hős. Bum! Kegyetlenül eltalálta, és erről Demjén nem tehetett. Ott Meszcsák tápászkodik fel, hogyha lemarad fekve egy picit még, akkor lehet, hogy elakad benne a labda. Így viszont nagyon bezúdította a rövidbe Besirovics. Itt van Besirovics. Teljesen hasonlóképpen alakult át ez a mai meccs is, mint az előző fordulóban. Ott a 80. percben lőtte Kálkán a győztes gólt. Serafimov azért ezt olvasta most. Visszaszerzi viszont a 16-osnál a labdát a mezőköves. Nagy Dániel még tovább, ott a helyzet, Demjén óriási védése.